Idén ötödik alkalommal kedveskedik a szexárdi önkormányzat a város időseinek karácsonyi ajándékcsomaggal. A 2017-ben indult kezdeményezés egyre népszerűbb a település szépkorúi között, hiszen míg az első években kevesebb, mint 3000 ember jelentkezett, addig tavaly már meghaladta a csomagok száma az ötezret. Azonban idén is csak azok részesülhetnek az adományban, akik ezt igénylik. A regisztrációhoz kötött az ajándékcsomagoknak az átvétele. Ez a regisztráció november 2-től november 18-áig tart. Kétféle módon, telefonon és e-mailen lehet regisztrálni. Telefonon a 74-es körzet 999 as telefonra lehet a hívásokat bonyolítani, ott a kollégáink felveszik és akkor elkérik azokat az adatokat, amikre szükség van. Illetve e-mailen a szépkorkukacsexart.hu e-mail címre kell elküldeni a nevét, a lakcímet, a születési helyet és időt. Ennyi már elég is ahhoz, hogy a regisztráció teljes legyen. A tavalyi évben a pandémia miatt az önkormányzat dolgozói házhoz vitték a csomagokat. A sajtóreferens most úgy nyilatkozott, bár még nem tudják, hogy alakul decemberig a járványhelyzet, egyelőre nem így készülnek december 6-a és 16-a között, ahogyan korábbi években is megszokhatták a szexárdiak a volt Hungária biztosító épületében, időben elhúzva ABC sorrendben nyilván kiértesítünk mindenkit, hogy mikor veheti majd át a csomagját. Két pótosztást is tervezünk, ez pedig december 20-a és 21-e. A csomagok alapvető élelmiszereket fognak tartalmazni, de az összeállításkor arra is odafigyelnek majd a dolgozók, hogy egy kis édesség is jusson az ünnepek előtt a és szépkorúaknak.